Üllői értékekkel gyarapodott a Pest megyei értéktár, hiszen helyi javaslatra a közelmúltban felvették a megyei értéktárba az Üllőn elhunyt doberdói Bánlaki József altábor nagy életművét. A legtermékenyebb magyar katonai szakíró tiszteletére ősszel emléknapot szerveznek Üllőn. Az eseményre már most megkezdődött a felkészülés. Most már több mint egy éve működik Üllőn az értéktár, települési értéktárbizottság, és jó néhány üllői javaslat bekerült a települési értéktárunkba, tehát az üllői értéktárunkba. Ezek közül mi kiválasztottunk néhányat, és egy részletes leírással és indoklással és mellékletekkel továbbítottuk a megyei értéktárbizottság felé. És a javaslataink közül a Megyei Értéktárbizottság doberdói Bánlaki József életművét és munkásságát vélte úgy, hogy felveszi a Megyei Értéktárba. Nagyon örülünk neki, hogy immár egy üllői értékkel is gyarapodott a Megyei Értéktár. Mit kell róla tudni? Röviden méltassuk őt. Doberdói Bánlaki József Üllőn hunyt el, éppen az idén lesz ennek 70 éve, erre majd a későbbiekben visszatérek. Hivatásos katonatiszt volt, és az első világháborúnak egy meghatározó személyisége, az Osztrák-Magyar Monarchia hadvezetésének a csúcsán dolgozott, több hadszintéren volt, mint katonai vezető parancsnok, és ezt követően ezzel párhuzamosan is már korábban is hadtörténészi munkákat írt, és ezt követően nyugdíjazása után pedig főleg ezzel foglalkozott. Rengeteg különböző katonai szakértői műve jelent meg, illetve hadtörténészi műve jelent meg a magyar történelem különböző korszakaiból. Ezek közül talán legizgalmasabb az első világháborús írása, hiszen azt maga személyesen is átélte. Valójában elmondható, hogy ő a legtermékenyebb magyar katonai szakíró és hadtörténész. Élete utolsó periódusában számos üllői kötődése alakult ki, és a második világháború végén ő akkor már egy idős ember volt, elmúlt 80 éves, végül is Üllőre került. Korábban az első világháborúban egyik tiszti szolgája üllői volt, és ennek a családjával később tartotta a kapcsolatot, valamint a házvezetőnője is üllői volt a 30-as évektől, gyakran járt Üllőre, számos kisebb, nagyobb érdekes történet is fűződik ehhez, és hát a háborúban, minek utána lebombázták a budai házát, a fia csónakon mentette át Pestre a jegely zajló Dunán, és viszontagságos körülmények között kikerültek Üllőre, és hát az élet úgy hozta, ő ekkor már elmúlt 81 éves, tehát az élet úgy hozta, hogy nem volt lehetőség, nem volt hová, nem volt kihez visszamenni. Életének utolsó hónapjait itt töltötte, és itt is halt meg 1945. október 12-én. És ha jól tudom, akkor az ő életművének tiszteletére egy emléknapot szervez Üllőváros önkormányzata. Mikor lesz ez az emléknap, illetve hol tartanak a szervezési előkészületek? Igen, valóban. Tehát a halálának a 70. évfordulója alkalmából egy emléknapot szervezünk. Az ő jelentősége a magyar történelemben sokkal többet érdemel annál, mint amennyit tudunk róla. Szeretnénk az ő emlékét és személyét kiemelni a feledésnek ebből a sötét homályából, és megismertetni, mert hiszen az ő tevékenysége nemzeti jelentőségű. Ezért szervezzük ezt az emléknapot is. Szeretnénk erre az ő jelentőségére felhívni a figyelmet, illetve szeretnénk az üllőiek figyelmét is felhívni, hogy a magyar történelemnek egy jelentős alakja élt Üllőn az utolsó esztendejében, és hát a sírja is itt van a katolikus temetőben. Halálának 70. évfordulója alkalmából október 11-én 15 órai kezdett el
rendezünk egy emléknapot, amelynek első részében a temetőben egy emlékező szertartást végzünk. Ezt követően pedig a Városházán, a rendezvény teremben, illetve a kiállító helyen szervezünk egy programot, amelynek része lesz egy kis kiállítás, filmvetítés az első világháborús évekből, illetve emlékprogram, emlékműsorok. Vendégünk lesz az a Polman Ferenc, aki megírta az életregényét, valamint remélhetőleg már kapcsolatban vagyunk vele, a Svájcban élő unokája, aki egyébként agysebész professzor, és most már 86 éves, és mivel ő Dél-Erdélyben született, keresjük a kapcsolatot a szülővárosával. Lugoson született, Temesvártól Brassó felé 40 kilométerre található, keresjük a kapcsolatot, hogy esetleg a szülővárosából is érkezzenek vendégek, de természetesen minden érdeklődőt itt a korlátozott lehetőségeinek megfelelően nagy szeretettel várunk, tehát 2015. október 11-én délután a Doberdói Bálnaki József emléknapra.